Köszöntök mindenkit a Biblia hangja a Reflexiók című műsorban, melyben egy-egy bibliai rész meghallgatása után próbálunk reflektálni a hallottakra. Ebben segítő társam Takács Ferenc evangélista és Görbic Tamás tanító. Egy olyan részhez érkeztünk az INRI negyedik részében, amely talán mindenkit foglalkoztat, és talán ez foglalkoztatja leginkább az embereket. Én személy szerint ezzel a kérdéssel találkozom a legtöbbet. Mi lesz a végidőkben? Mai témánk a végidők. Tamás, mit gondolsz így? Egy-két mondatban össze lehet ezt egyáltalán foglalni, és ha igen, akkor hogyan? Össze lehet. Az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, és nagyon-nagyon jó lesz előtte lesz egy kis kalamajka, mert a világot meg kell tisztítani Babilontól és azoktól a dolgoktól, amelyek gyötrik és kinozzák az embereket, de a cél az mindenképpen az, hogy a végén minden jó lesz. Feri? Hát érdekes, hogy ez a rész, hogy te is mondtad, megnéztem tegnap este, hogy 660.355 megtekintése volt, meghal, hallgatták meg ezt a részt, ami egy leglehetősen nagy szám, azért, mert rendkívüli módon érdekli az embereket, hogy mikor jön vissza Jézus, hogy lesz ez, mit eredményez, és erről a legautentikusabb forrás az az, amit maga a názáreti Jézus itt a Földön elmondott, amikor megkérdezték őt, hogy hogy lesz az ő eljövetele. Akkor hallgassuk meg, hogy mit mondott ő erről. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a felkent, a Krisztus. És sokakat meg fognak téveszteni. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kényainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis a támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig a gonoszság megsokasul, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözlő. És az Isten országának ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész földön, bizonságul minden népnek. és akkor jön el a vég. Mielőtt a Tamásnak adnánk a szót, ami nyilván terjedelmes lesz ebben a témában majd, én gyorsan le is csapok arra, hogy megkérdezhesselek téged. Említetted, hogy a legtöbben ezt nézték meg, és én is ezzel a kérdéssel találkozom a legtöbbször. Miért lehet ez? Hát ugye az emberek ugye szeretik a morbid horror, horrorisztikus sztorikat, és sajnos a keresztény köztudatban Jézus Krisztusnak a visszajövetele ezt a... Mm, hogy mondjam, ezt a stigmát kapta, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes és szörnyű dolog lesz, amikor ő visszajön. Tehát nem erről van szó. Amikor Jézus visszajön, akkor el fogja vinni az övéit. Így mondja az írás, hogy visszajön az övéiért, azokért, akik a Krisztusé, akikben a Krisztus szelleme van, azokért vissza fog jönni, és elviszi őket. Na most jó esetben hívőket, ez a reménység, ez nagyon izgatja, hogy Pál is is mondja, hogy hogy először föl fognak támadni azok, akik meghaltak a Krisztusban, utána azt mondja Pál 2000 évvel ezelőtt, hogy mi, akik élünk, elragadtatunk egészen a felhőkig, magához az Úrhoz, és annaktól kezdve mindig vele leszünk. Ez a hívő életnek a boldog reménysége. Na most Jézust itt a Máté Evangélium 24. fejezetében megkérdezik, hogy mikor lesz ez, és hogy lesz ez. És ő erre meglehetősen ő, komoly válaszokat ad, és ez a rész itt igazából erről szól. És szerintem az, a, a, az egyik fő üzenete ennek, hogy vigyázzatok. De nem azért vigyázzatok. Vigyázzatok egyrészt azért, hogy meg ne tévesszenek titeket. Tehát tele vagyunk összeesküvés életekkel ebben a témakörben. Tehát már többször többen megprofétálták és megmondták, hogy ekkor jön vissza az úr, ekkor lesz a világ vége, ekkor lesz az elragadatás. Gyakorlatilag figyelmen kívül hagyván az, amivel Jézus zárja, hogy azt a napot és az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem még a fiú, csak is egyedül kizárólag az atya. Tehát amikor valaki megmondja neked, hogy ekkor lesz, akkor tudhatod, hogy az nem az Istentől van, mert ezt Isten nem adta a mi kezünkbe. Tehát a vigyázatok egyrészt arra vonatkozik, hogy be ne csapjanak minket ezzel kapcsolatosan, meg ne tévesszenek minket. A másik pedig arra vonatkozik, hogy mond a vigyázatok, hogy, hogy legyetek készen, hogy várjátok ezt a boldog reménységet. És akkor a következő kérdés az, amit Jézus elmond, hogy hogy mik lesznek ennek az előjelei. Mik azok a történések, amiknek meg kell lennie. És ezzel kapcsolatosan van rengeteg ilyen. Ö, ö, a felismerés, hogy hát itt most már a nemzet nemzet ellen támad, már vannak éhínségek, földrengések, üldözés is van, és sok hamis proféta is támad, és a szeretet is meghidegült, és az evangéliumot az egész földön még ugye nem hirdetik, de azért törekszünk. Tehát gyakorlatilag, amikor Jézus azt mondja, hogy és akkor jön el a vég, ehhez már szinte minden adott lenne. No, de mégse így van teljesen, és itt átadnám a görbisz tanár aki ezt majd itt részletezi is. Én akkor nem is kérdezek, hallgatunk téged, Tamás azért van ennyi kalamajka e körül a rész körül, mert az olajfák hegyén ülünk Jézussal és az apostolaival egy döbbenetes kijelentés után, ami megdöbbentette Jézus tanítványait, ugyanis ők mutogatták Jézusnak a templom hatalmas köveit, és ha valaki ma elzarándokor Jeruzsálembe és lemegy a Hasmoneus alagútba, láthat olyan köveket, amikről ma se értjük, 600 tonnás köveket, 13 méter széles, két és fél méter, három méter magas, mély. Ami nem, nem ö, sejtjük, nem tudjuk, hogy hogy is lehetett azt eleve oda elhelyezni. És valóban a tanítványokat lenyűgözte az épület, és Jézus megdöbbenésükre azt mondta, hogy ebből kőkövön nem fog maradni. És a tanítványok megértették azt, hogy Jeruzsálemet lerombolják, a Szentét másodszor is lerombolják, és ez foglalkoztatta őket. Ők ugyanis abba gondolkodtak, hogy hát Jézus a messiás, és mint Dávid fia beül az ő apjának trónjába, Jeruzsálemből uralkodik, vasveszővel a népek felett, és eljön végre Izraelnek a megígért szép idő. A királyságnak az a része, amikor. Minden Jeruzsálem körül fog a világon forogni, és minden Izrael körül fog a világon forogni. Ezt a proféták nagyon egyértelműen, világosan megígérték az Ószövetségbe, és Izrael fiainak ez volt a várakozása, és a messiástól ezt várták, hogy ezt fogja tenni, ezt fogja cselekedni. Most ehhez képest Jézus egész másról beszél, ugye a saját haláláról beszél, a templom pusztulásáról beszél, és nyilván, ha a templom pusztul, akkor a város is pusztul, és a tanítványok ezt szerették volna tudni, hogy ez mikor történik meg, mikor lesz a város pusztulása, mi lesz a jele annak, hogy a királyság, ugye ez a Dávidi királyság, amiről a proféták beszéltek, elkezdődik, amit ezer éves királyságnak, vagy milleniumnak hívunk, és feltesznek még egy nagyon érdekes kérdést, hogy mi lesz a te visszatérésednek a jele. És ezért erre a három kérdésre válaszol Jézus. Abban, amit most meghallgattunk, abban szintén három dolog hallható. Az egyik az, hogy nagy lesz a hitetés, és ezért fontos ehhez a tanításhoz ragaszkodni. A másik, hogy mi nem lesz a végnek a jele, és mi lesz a végnek a jele. És azért hangsúlyoztam egyére az olajfák hegyét, mert Jeruzsálemről van szó, a Szentéről van szó nem az egyházról beszél, nem Budapestről beszél, New Yorkról, Moszkváról beszél, nem Európáról beszél, vagy Ázsiáról beszél. Jeruzsálemről van szó, és Jeruzsálemben a Szentéről van szó, az olajfák egy apokalipszisben. A forog a dolog, a forog a világ, és az a problémánk, és ezért van ennyi félreértés a dolog körül, mert mi ezt hajlamosak vagyunk belevetíteni a saját kicsi kis történelmünkbe a világ távoli sarkain is. Tehát akkor, amikor az emberek a mai korhoz hasonlítják ezt, és azt mondják, hogy most itt van éppen ez a háborús időszak, és hogy nyilván ez már a végidők jele, akkor teljes tévedésben vagyunk, mert a kettő. Teljes tévedésben vagyunk, mert a háborús hírek, meg az összes többi, ezek mind idézetek. Nemzet-nemzet ellen támad, ezek idézetek, ószövetségi idézetek. Jézus tulajdonképpen semmi újat nem mond, vagy alig mond új dolgot. Ószövetségi idézeteket tesz egymás mellé, és azt mondja, amikor oda idézi őket, hogy amikor az, amit a próféta ott megmondott, elkezd beteljesedni, és ennek látjátok a beteljesedését és halljátok a hírét, akkor lehet tudni, hogy ezek az események közel vannak. És amit fontos leszögezni még ezek kívül, ha már a hármasságnál vagyunk, hogy mindehez az egyház elragadásának az égvilágon semmi. Köze nincs. Nem az egyház elragadásáról van szó. Jeruzsálemről van szó, a templomról van szó, Jézusnak, a, 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 mint Dávid fiának a, a trónra lépéséről, Jeruzsálem is lépéséről van szó. Az egyház elragadásának ehhez va semmi köze nincsen. Mégpedig azért nincs, mert az egyház elragadásának az alapja az, amit Jézus az utolsó vacsorakor mond. Elmegyek, helyet készítek, visszajövök, vele, velem lesztek. Ennyi. Ez az elragadásnak az alapja. Nincs összekötve se Jeruzsálemmel, nincs összekötve se a templommal, nincs összekötve se a háborús írekkel, se pedig a vég végnek a jeleivel. Az egyház elragadása bármikor megtörténhet, szép teológusul, iminens. Ha nem ma történik, meg annak egyetlen oka van, mert holnap lesz. Jó, én megpróbálom két szálon futtatni a dolgot, mert mind a kettő nagyon érdekes. Feri, megmaradnék itt, hogy az emberek rettegnek is félnek a végidőktől. Ha az az ígéret nekünk, hogy velünk lesz az idők végezetéig, akkor ez egy bíztató üzenet. Akkor velünk van, és hogyha ő velünk van, akkor állásfoglalt mellettünk. Miért rettegünk mégis? Hát azért tettegünk, mert tudatlanok vagyunk. Tö döntően. Ugyanis nem haragra rendelt minket az Isten, így van megírva, a római levélben, meg a teszalonika levélben is, hogy megtartatunk a harag ellen. Tehát kétségtelenül, hogy itt a jelenések könyvének a amikor elindul a végidők, én egy kicsit föladnám a magas labdát, ígértem is a Tamásnak, hogy egy tanítói labdát föladok neki. Én elmondom, hogy azért ennek van szerintem köze az elragadtatáshoz. És hogy nem időben, de sorrendiségében talán lehet valamit következtetni. most itt előadok egy ilyen, arra gondoltam, hogy előadok egy egy verziót, amit én gondolok, és a Tamás majd darabokra szedi a tanítói magaslatokról. Tehát én pározamba tenném a Máté Evangélium 24. fejezetét a jelenések könyvében, amikor a bárány felnyitja a pecséteket. Itt ugye az, a, a Máté 24-ben mondja, hogy nemzet nemzet ellen, éhínségek, dögvészek, földrengés, üldözés, ezeket mondja. A jelenésekben a pecsétek pedig, ugye az első pecsét a feltépése az a fehér ló, a, a, hitetésnek a lovasa, a második a vörös ló, a háborúknak a lovasa, tehát ez nagyon-nagyon párhuzamba állítható, a fekete ló az a gazdasági válság, és a sárga ló pedig a járványok, a döghalál, a pusztulás. Tehát ez azokkal, amiket Jézus a Márti 20... Az ötödik a Márti, nyugodtan ide veheted. Igen, a mártirok. Na most a mártirokkal kapcsolatosan az a gondolatom, hogy a mártiroknak a megsokasodása az összefügghet azzal, amit Jézus mond, hogy és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik az egész földön minden nemzetnek. Maximálisan így van. És ennek az lesz az eredménye, hogy egy szellemi konfliktus eredményeképpen a mártiroknak a, a száma is meg fog növekedni. Na de, az ötödik pecsét még csak a mártirok. És jön a hatodik pecsét, ami, amikor a bárány haragjának még az előszele jelenik meg az ég és a föld, és hogy rejtsetek, hegyek omlanak, és hogy rejtsetek el a bárány haragjától, de ott el lesz pecsételve a 12 törzsből, Izrael 12 törzséből a, a 12 ezer, és megjelennek a hatodik pecsétnél a megváltottaknak a sokasága, minden népből, nemzetből, nyelvből, ágazatból, akik ott vannak a trón előtt, és akik a bárányhoz tartoznak. Hát ez, én nem tudom másképp érdekel, mint maga az eklézia, a, ki, a kihívottaknak a sokasága. Ezek leszünk szerintem mi, és én azért azt gondolom, és Jézus is azt mondja, hogy akkor jön el a vég, amikor ezek megtörténnek, hogy mielőtt a hetedik pecsét, feltöretne, amikor igazából beindul az, amitől valóban van okunk rettegni. Mert itt az első hat pecsétnél gyakorlatilag az az ember fogja csinálni át a dögvészeket, meg a háborúkat, meg a gazdasági válságot, meg a hazugságoknak az eláradását. Ez nem kell nagyon természet beavatkozás, nyilván van mögötte valamennyi, de ezt megoldjuk mi emberek így a saját kézből is. De a hetedik pecsétnél Hát ott, ott, ott tényleg beindulnak a harsonák, ott mindenféle borzalom és jajok következnek, de én úgy hiszem, és jött a tanítói hivatalnak a kiigazítása, hogy mielőtt a hetedik pecsét meglenne, lenne, a megjelenünk mi, és úgy gondolom, hogy előtte meg fog történni az elragadtatás. Hogy ez pontosan, hogy mint azt mondja mindjárt Görbis tanár úr. Tamás? Igen, hát pontosan ez a bajom ezekkel a összer, összerakósdival, hogy ezt nem lehet így nézni. A jelenések könyv egy szimbolikus könyv. Tehát az, hogy adott egy nyitott ajtó, és akkor felmegyünk, ez azt jelenti, hogy az egyház elragadtatik, mielőtt a baj elkezdődne, ez szerintem nem... Nem nyitott ajtó van, és. ott vannak az üdvözültek sokosan. Igen, ugyanígy, hogy a... a tudom én, a hatodik pecsét után meglátjuk az üdvözültek sokasságát, ez azt jelenteni, hogy az egyház akkor nem. Ezek mártírok, olyan emberek, akik meghalnak az idők folyamán, akit Babilon megöl, hiszen végül is Babilonból kell szabadulni, és az Izraelre mért utolsó év, ami ugye <hül> hét évvé változott át, mert nem volt megtérés Babilonba se, erről van szó. De ez Izraelre mért. Ugye a Dániel könyve azt mondja, hogy a te népedre szabadott ez a 70 év, ez nem az egyházra szabadott. Hát De értem, amikor azt mondja, hogy az üdvözültek sokaságot konkrétan mondja, hogy minden népből, nemzetből igen, de a mártírokról van szó, hogy a 144 esetében is mártírokról van szó. Azokról az emberekről van szó, akik... A végső Babilonban, de minden más kicsi, nagyobb Babilonban, ami már a történelem folyamán volt, meg ami még lesz, az életüket adták az igazságért. Az életüket adták a hitükért, az életüket adták a, a Krisztusról szóló tanúságtételért. Tehát ő, ő, ők jelennek meg itt szimbolikusan, mert miközben a világ ugye elsüllyed a hitetésbe és élteti a, az Antikrisztust, a közben, amennyiben megjelennek azok az emberek, akik miatt érdemes kibírni a történelmet, és akik miatt az Isten hosszan tűr, akik most is, és tűrt a, a, a múltban is. És ezért azt gondolom, hogy ezt időrendbe állítani, vagy azt mondani, hogy na, ez akkor biztos, hogy a... Ennek nincs értelme. Három fontos entitás van, amiről, ami a történelmet alakítja. Az egyik Izrael, a Szent Nép, azért, mert Isten kiválasztotta őket magának, megszabadította őket, szövetségre lépett velük, ők kapták az ígéretet, a fiúságot és minden egyebet, amit Pálapostól gondosan fel is sorol a Róma levélben, mikor elmondja, hogy mi a körülmetélkedésnek a haszna, ők kapták az új szövetségnek az ígéretét is. És ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mikor Izraelből Ugye királyt kér magának, földi királyt nem elégedett a mennyei király uralkodásával, ezért földi királyt kér magának, aztán a királyság ketté szakad, és végül az egyik asszír, a másik babiloni fogságba keveredik, elkezdődik a birodalmaknak a kora, és az a második entitás, a birodalmak. És a birodalmak hatalomközpontúak. Minden a hatalomról szól, a hatalom a vezérlő elvük, a rendező elvük, és nem pedig a szeretet. És van a harmadik entitás, ez az Eklésia, ami az Új Szövetségnek a népe, és ez nem ebből a világból való, ezért nincs az elragadásának evilági jele, nincs evilági ideje. <kül> Semmi. Az, egy, az egyház elragadása készen van. Tehát azért mondhatta Pál is teljes joggal, hogy mi akik élünk, és mondták a többiek is, hogy mi akik élünk, és mondhatjuk mi is, hogy mi akik élünk. És amikor Jézus bekérdezik erről, akkor azt mondja, hogy akár az ittálók között is lehetnek olyanok, akik meglátják eljönni az ember fiát az atya dicsőségében. És ez mindig, mindenkorban, minden időben igaz a szeklésiára. De Izrael földi entitás. A birodalmak, földi entitás. A kettejüknek a történelme összefonódik, összekapcsolódik, és ahhoz, hogy a birodalmak idejének vége legyen, és Izrael pedig beléphessen a saját megígért királyságába, ehhez kell ezeknek a történéseknek, a sok vajudásnak, fájdalomnak, mi egyébnek végbe mennie, hogy végül megszülethessen az, amiért érdemes ezeket a vajudásokat elszenvednie a világnak is, meg mindenki másnak is. Na most én ígértem, hogy megpróbálom két szálon futtatni ezt a dolgot. Van bennem egy kérdés, már jó ideje, és most, hogy hallgatlak, most még inkább felerősödött ez. És egybekötném egy meglátással is. Most kiemelted az egyház mellett Izraelt, hogy végtére is oda várhatóak ezek a dolgok, és hogy erről szólt. Így van. Na most az Ószövetség tele van Izraelrel, sőt, róla szól az egész. Aztán itt az Új Szövetség és Pál apostol, aki a, a Nemzetek apostola lett, és én mindig úgy képzeltem ezt el, a patriárkákat úgy képzeltem el, hogy van az atya, Ábrahámban ki lett nekünk jelentve az atya, Izsákban a fiú, ugye, aki fel is lett áldozva, aztán mégis csak mégsem lát, látta meg a halált, hanem él, és ezek után Jákob az, aki neveztetett Izraelnek. Én ezt mindig úgy képzeltem el, hogy a kereszt után a szellemi zsidóság, akik hittel fogadják Jézus Krisztus kereszthalálát, függetlenül nemzettől, azok mindez a szellemi Izraelhez tartoznak. Most mégis visszavezeted oda, hogy Viktor és minden arról szól még a mai napig is, és oda várjuk ezt a történést. Miért van ez így? Meg kell különböztetni azt, hogy mi az, ami Izraelről szól, és mi az, ami az egyházról szól. A teológiánknak, a teológiai hagyományunknak a legnagyobb, egyik legnagyobb rákfenéje pontosan az, amit úgy hívunk, hogy helyettesítési teológia, amikor Izrael helyébe az ekléziát, vagy az egyházat helyettesítjük bele. Ez, ez, nem lehetséges. Ami Izraelnek lett megígérve, az Izraelen fog beteljesedni. Ami Jeruzsálemnek lett megígérve, az Jeruzsálemen fog beteljesedni. Ami a nemzeteknek lett megígérve, az a nemzeteken fog beteljesedni. Ami Babilonnak lett megígérve, az Babilonban, Asszírián, és így tovább fog beteljesedni. Ezt nem lehet cserélgetni. Vannak szimbolikus részek a, a profétáknál is, és azt jelzi is a proféta, amikor erről van szó, de ezek, ezeknek a helyébe nem, 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 költözött, át Jeruzsálem, Rómába, és az egyház számára az Isten városa fent van a mennyekben. Mi a mennyei Jeruzsálemnek vagyunk a polgárai, nem a földinek. És amikor szellemi Izraelről van szó, akkor ez nem azt jelenti, hogy az egyház helyettesítette Izraelt, hanem az, az Izraelnek is a lényege, hogy ő a szent nép, ő a választott nép, ő az Isten népe. És az új szövetség népe is választott nép, szent nép, az Istennek a népe. Ebben az értelemben Izrael, nem abban az értelemben, hogy a föld Izrael helyére lépett. Mi egy választott nép vagyunk, egy szent nemzet vagyunk, mint Eklésia, de a mi városunk, az Isten városa a számunkra a mennyben van. Egy mennyei entitás vagyunk, ha úgy tetszik, idegen test itt a Földön. Ebben a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk, ami az születésünket és az új identitásunkat életé. Van még egy nagyon fontos rész, amit itt hallhattunk, hogy a szeretet sokakban meg fog hűlni. Ez az a szeretet, amit már megismertünk? Például a megtérésünk által a szeretet, ami lett felénk közöl, ez az Isten szeretet, ez képes elhagyni a félelmek által az embert? Erről van itt szó? Hát rendkívül kívül nehéz helyzet lesz, és mindenki menti a bőrét, ahogy tudja. De én ilyen értelemben, hogy, hogy az önzés mérhetetlenül fel fog növekedni, hát amikor leomlik egy ház, vagy valami gond van, akkor az ember menti az írháját, hogy tudja, jó esetben még az anyák a gyermekeiket, meg az apák a gyerekeiket úgy ráfekszenek, hogy ne essen rá a betontömb, inkább ő rá, de egyébként mert mindenki menekül és tapossák el egymást. Ugye egy ilyen koncerten is. De amit szeretnék mondani, csak mert Ajánlom mindenkinek, hogy tanulmányozza ezt a kérdést, mert rendkívül izgalmas a kérdés, és láthatóan mi sem értünk mindenben egyet ezzel kapcsolatosan. Pedig már 31 nány éve ismerjük egymást. De a célja ennek az egész dolognak, tehát az, hogy befejezi Isten ezt, a, ezt az üthőtének korszakot, és elkezdődik egy másik korszak. Tehát véget fog érni a kegyelemnek a, a korszaka. De úgy fog véget érni még a kegyelem korszaka is, amit a Péter levélben mond az apostol, hogy Isten nem késik el az ígérettel, hanem hosszan tűr, és várja, hogy minden ember megtérjen, ez az ő akarata, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ezek nem azért történnek ezek a, az események, hogy, hogy, hogy nagyon izgalmas és horrorszerű legyen a film, amit majd vetítünk, hanem azért történnek mindezek a dolgok, különösen az első idő, de végig egyébként, hogy az embereknek Isten lehetőséget akar adni arra, hogy őt megismerjék. A kegyelem ideje alatt az Isten egyszerűen visszatartja az ítéletet, visszatartja a haragját, és itt a pecséteknek a feltépésekor elkezdődik egy olyan folyamat, amely ha úgy tetszik, begyorsítja. Az eseményeket. És ennek a csúcspontja végig az, még az utolsó, mikor már se az egyház nincs itt, más, az izrael is elrendeződött, még akkor is Isten egy angyalt küld, olvassuk a jelenések könyvéből, hogy kihirdesse az evangéliumot. És háromszor lehetőséget kapnak az antikrisztusi időszakban élő emberek arra, hogy megtérjenek, és elutasítják ezt a lehetőséget. Nem térnek meg, azt olvassuk. Tehát én azt szeretném mondani, hogy ez az egész eseménysort az Istennek a szeretete működteti. Ez az egész eseménysort azért történik, hogy akit lehet Isten meg akar menteni, akit Isten ö, csak a szikrája, akár a hitnek, akár az emberségnek van, azokat az embereket Isten meg akarja menteni. Ez a, ez a látszólagos, ö, ezek a beavatkozások, amik látszólag ö, durváknak tűnnek, ezek olyanok, amik, amik az megtérésre, az Isten ismeretére, a megmenekülés a célja ezzel Istennek. És ezért én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy fantasztikus időszak lesz. Ami nagyon hálás vagyok, én legalábbis úgy látom, hogy a, a, a vastagjánál, tehát amikor, amikor tényleg a harmada a földnek, meg az embereknek, meg a vizeknek, meg a tengereknek meg fog halni, el fog pusztulni, itt már én úgy hiszem, hogy az egyház már ezt nem itt a földön fogja. Ezért mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom azt a verziót, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy minket ettől az eljövendő haraktól megmentsen. Közeledünk a műsoridő végéhez, de szerintem megegyezhetünk abban, hogy ezt még folytathatjuk az utolsó időket, ugye? Vagy mit gondoltok van még ebben a témában, jócskán van. Isten nem mindenképpen az... folytatja a kérdést, <laughs> úgyhogy ma... <laughs> akármi is. Rendben. Akkor viszont <laughs> zárnám egy kérdéssel, hogy aztán majd a következőben nyithassak egy másikkal, ahogyan a megtérés. Ö... Nem egységes mindenkinek. Tehát nem a világ ugyanabban a pillanatban tért meg, hanem születünk, és mindannyian az életünk folyamán rádöbbenünk arra, hogy bizony szükségünk van őrá is, hogy ő itt van ebben a világban is elérhető. Viszont azt olvasjuk, hogy mindannyian látni fogjuk az égen jelét annak, hogy ő érkezik, hogy ez elmével felfoghatatlan, hogy bárhol vagyunk, mindannyian ugyanazt fogjuk majd látni, hogy ez egy ilyen globális végpontot jelent, vagy lehet ezt is úgy tekinteni, hogy egyénenként jön el mindenkinek az életében az az életszakasz, amikor ez vele meg fog történni? Hát nyilván, hogyha nagyon akarjuk, lehet szimbolikusan is értelmezni és elvonatkoztatni ebből egy ilyen elvet, amit mondasz. De alapvetően a szöveg, amit ugye a következő adásban fogunk meghallgatni, ez arról szól, hogy ne engedjétek becsapni magatokat azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus visszatért, hogy a messiás megjelent a világban, ám, de ez titkosan történt. Valahol a pusztába, valahol a belső kamrába, valami titokzatos esemény lenne, mert ha, amíg az, hogy az úr dicsőségben visszajön, azt mindenki tudni fogja. Miért tudja mindenki? Azért, mert dicsfényel fog visszatérni akkor, amikor a világ konkrétan sötétségbe borul. Ugye öt alkalommal mondja a jelenések, meg a proféciák, hogy a világ sötétségbe fog borulni az utolsó időkben, és az ötödik alkalom az utolsó nagy sötétség lesz, és ebben a sötétségben ragyog fel az Isten fiának dicsfénye, aki a maga dicsőségével és agyalajának dicsőségével és velünk együtt, mint dicsőségének a részeivel tér majd vissza és jelent reménységet az üldözötteknek és az elnyomottaknak a legsötétebb órában és a legsötétebb pillanatban. És ez nyilvánvaló lesz. Egyértelmű lesz, ez, ezen nem lesz vita, ez nem lesz kérdés, sehívőnek, sehitetlennek, senkinek sem. Ez egy nagyon nyilvánvaló, és nagyon ha Jézus visszajött erre a világra, azt mindenki tudni fogja. Akkor ez nem történhet úgy, hogy abban a bizonyos belső kamrában minden hívő majd magában megéli, hanem ez hívő és hitetlen számára egyaránt, egyaránt nyilvánvalóvá lesz téve, hogy visszajött az a Jézus Krisztus, akiben a hívők hittek, a hitetlenek pedig nem akarták elfogadni. Így van. Volt egy New Yorki rabbi, aki azt mondta, hogy amikor majd megjelenik a Messiás. Mert ugye a zsidó és a keresztény felfogás között az a különbség, hogy a zsidók várják a Messiást, mi pedig várjuk Jézust vissza. És azt mondta ez a rabbi, aki egy ilyen felvilágosult <coughs> rabbi volt, hogy ő, ha jön a messiás, akkor meg fog kérdezni tőle egy dolgot. Ez pedig az lesz, hogy ez az első, vagy pedig a második jövetelet. És ez el fogja dönteni, hogy ebben a per döntő kérdésben kinek van igaza. Hát mi hiszük, hogy visszavárjuk őt, és a nézőket is visszavárjuk egy következő beszélgetésre az utolsó időkről jövő hétre. Addig pedig kellemes hetet kívánunk mindenkinek!